gyűlt a tömeg, és a harag nőtt. Egy hazug világ szilánkokra tört, megmozdult a föld. Újra bontsd ki azt a tébet zászlót. Igen, ez az, amikor emlékezünk eleinkre, 56-os hőseink bátor tetteire, és főt hajtva előttük, kérdezzük magunktól, hogy mivé fajultunk, és a alagútból hogyan fogunk napvilágra törni anélkül, hogy meg kéne valakit ölni. Áldottak az özvegyek, kik a holt apák puskáját a fiak kezébe adták. A műhelyben a helyükre álltak, és a mezőkre mentek. Az ózsdi tűzhely általuk parázslik fel újra, s a fiatal búza beérik az olajfák árnya mellett. Nem kell szakítanom múltammal, Isten irgalmából ugyanaz vagyok, mint aki voltam bebörtönzésem előtt. Ugyanazzal a testi és szellemi épséggel állok meggyőződésem mellett, mint 8 éve, bár a fogság megviselt. Senki nem tilthat el attól, hogy nézeteimet az ország közügyeiről szabadon elmondhassam. Kötelességem az ország jogai és szabadsága felett őrködni. Ezek voltak Mindszenty József esztergomi érsek Magyarország hercegprímásának első szavai, amelyek 1956. októberében a Felsőpetényi házi őrizetből való szabadulása napján hangzottak el.